Jó reggelt kívánok! 2021. október 12-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy te beszélő Isten vagy, akinek van szabad hozzánk. Igét adsz. Írottan, hirdetetten, megélten. Olyan jó tudni, hogy nem kell egyedül lennünk, és ha szükséges, akkor te védőfalat vonsz a tiéid körül. Nem engeded, hogy a romlás erőt vegyen rajtuk. Hogyha szükséges, akkor tűzön viszel át bennünket, hogy megtisztíts. Ha szükséges, akkor áldásaiddal halmozol el. Ha szükséges, akkor megpróbálsz olykorulunk. Attól, hogy mindent a te kezedből tudjunk fogadni. Kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd az igazság. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele második részéből, a 13. verstől a 16. verssel bezárólag. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, mint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat. Üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De végül utól is érte őket Isten haragja. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérem, Pál itt az ige hirdetésről beszél első renden, és rögtön hozzá kell ilyenkor tenni, hogy az ige hirdetése kiváltság és felelősség egyszerre. Mert az Isten igéje élő ige. Nem pusztán a lelki pásztortól válik, vagy az ige hirdetőtől válik élővé, hanem egyedül a Szentlélek Isten teheti élővé az ő igéjét, és képes bárkit használni arra, hogy ige hirdetővé legyen. Az élő ige háromféle alakban is megjelenhet a mi életünkben. A legegyszerűbb az írott ige, a Biblia, a Szentírás. Vedd elő és olvasd. A második, ahogyan megjelent, amikor az ige testé lett, az Jézus Krisztusnak a testetöltése, ahogyan eljött közénk ebbe a földi életbe. Végül a hirdetett ige, amikor is valóra válhat, hogy prédikáció verbi dei, est verbum dei. Az Isten igéjének a hirdetése, maga Isten igéje. Ehhez szükséges az, hogy a lelkipásztor valóban a Szent Lélektől vezetett legyen. És jó reménység szerint, akik hallgatják, a megtért hívő emberek, ők pedig ismerik a jó pásztornak a hangját. S ha netán valami emberi gondolat vegyülne is bele a prédikációba, ki tudják szűrni belőle. Mert az ige hirdetés nem az, ami az ige hirdető száján kijön, hanem ami az ige hallgató fülén bemegy, amit te meghallasz most belőle, ahol a Szentlélek neked akar üzenni. A mai szakaszhoz Steinbach József magyarázatában háromféle közösségre hívja fel a figyelmet. Az egyik az ige közösség, a másik a hit közösség, a harmadik a szenvedés közösség. Az ige közösség az, hogy együtt hallgatták az Isten beszédét, és azt nem emberi beszédként fogadták, hanem Isten szavaként. Ez a csoda csak felülről adathat. Már az is csoda a Szentlélek munkája, hogy Isten igéjétől várják a megszólítást, nem pedig sokféle más hatástól. Így a hallgatókban ott van a szent és imádságos vágyakozás, hogy az igéről szóló beszéd megszólaljon, hogy az Úr hozzájuk intézett megtartó szavává legyen. Ez alatt az ige hirdetőnek az igében megszólaló üzenetért újra és újra könyörögve tusakodni kell, miközben Isten szava hozzá ugyanúgy kell, hogy szóljon, mint a hallgatókhoz, sőt, először őt szólítja meg az ige üzenete,
mert aki nem lett megszólítva, annak nincs is mit mondania. A hitközösség a második, amikor Isten igéjét, élő és üdvözítő szavát hallgatják, és közben megtapasztalják Istennek az erejét, a feltámadott Jézus Krisztus hatalmát. A hit nem más, mint a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit, és az ő erejének, a hatalmának a megtapasztalása. Ez soha nem elmélet, hanem mindig gyakorlat, tapasztalati valóság. Mert ahol hit van, ott jelek és csodák történnek, ott minden nyomorúság ellenére is átüt a mennyei világnak a valósága az emberi életeken. Ez a hatalom a megváltó szeretetnek a hatalma. Jézusnak az ereje, az örök élet bizonyossága, amivel ő megtart minket mindenkor. Ez az erő, a Krisztus ereje munkálkodik bennünk, általunk, akik hiszünk. Ez az erő nem tombol, hanem épít, gyógyít, felemel, üdvözül. Végül a szenvedés közösség, hiszen azt olvassuk többször a Szentírásban, hogy ebben a világban nyomorúságunk lesz. Ahol Jézus Krisztus jelen van, ott azonnal támad az ellenség. Ott a búza közé hintik a konkoly magvát. Ilyenkor szinte hiába való minden védekezés, minden hitvédelem, sőt, adott esetben csak mélyíti a problémát. Ilyen helyzetben nem marad más, mint a néma szenvedés. Azzal a bizonyossággal, hogy a végső győzelem már a miénk, az ítélet pedig Istené és nem a miénk. Pál tudja, miről beszél. Hiszen amikor többen befogadták az igét a városban, zsidók és görögök, akkor azonnal irítség és üldözés támadt ellenük. Ezért úgy kellett elmenekülniük Tesszalonikából. Ez a szenvedés ma is osztályrészünk, amely sokféleképpen ölthet testet. Kikerülhetetlen, de a hit jele és pecsétje velünk az Isten. Ez a szenvedés közösség a mindennapokban azt jelenti, hogy miközben örülünk az örülőkkel, tudunk sírni a sírókkal is. Ez az együttérzés a részvét közössége. A szeretet ez, tudni, mi fáj a másiknak. A mai napon keresd az Isten igéjét és üzenetét. Éld meg, és keresd a közösséget azokkal, akik az Istenéi. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, közösség nélkül nincs megélt hit. Könnyű egyedül ellenni magunknak, ahol nincs számonkérés, ahol nem bántunk meg senkit, ahol tulajdonképpen meg se kell élni a hitet. Ebből a szempontból könnyű. Urunk, mégis tudjuk azt is, hogy magányosnak lenni nem jó. És köszönjük, hogy nincs magányos keresztjén, mert a hit a legszemélyesebb közügy. Add, Urunk, hogy a hitünket úgy tudjuk megélni, hogy azáltal a Te országod épüljön, és tudjunk mások számára is áldássá lenni. Segíts különbséget tenni a jó és a rossz között, és Te mutass utat, hogy mikor, mit kell cselekednünk, szólnunk, mert egyedül a Te igéd, ami lámpásunk a sötét éjszakába. Kérünk, Istenünk, így áld meg ezt a mai napot is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és hálaadással mindenkor tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!